A Tekető nézegesítőben Las Vegasban vagyunk, ahol az USB-C monitoros képernyőt látjuk Asustól, ami azt jelenti, hogy tényleg az egész készlék csak egy kábelen van bedugva, itt ez a kábel, itt látjuk, hogyha mozgatom, mozog itt, és ezen átkapja az áramot, a képet, mindent. 15,6 incses extra képernyőt kapunk így, olyan 40-50 ezer forintért, majd legalábbis olyan 150 euróra satszoljuk itt, hogy majd annyiba fog kerülni ez a Full HD kis készlék. Ez a kis LED kicsit engem zavar, mert ez eléggé világosan világít, de ha megnézzük, milyen vékony és milyen gyönyörű igazából hátulról, akkor látjuk majd, hogy Asus megint bemutatja, hogy nagyon szépet tud dizájnolni és teremteni. Simán ki lehet majd húzni ezt a kábelt, lehet akár rajta valamelyet hangerőt is állítani, még ki és bekapcsolt. Ezt mindjárt megnézzük, hogy miért lehet rajta hangerőt állítani, de lehet, hogy még hangszóró is van benne. Legalábbis nem látom, de persze ez nem touch, hanem csak egy sima képernyő, ami mat és Full HD-vel majd szépen lehet itt használni arra, hogy persze például Photoshopon át majd itt tudjunk itt dolgozni Photoshopon és a bal oldalt, meg e-mailezni, meg stb. Úgyhogy, hogyha van egy notebookunk és kell még egy nagyobb képernyő hozzá, akkor simán lehet majd egy ilyet venni, nem kell extra kábeleket magunkkal például vinni, hanem tényleg csak egy USB Type-C-vel bedugni és már működni is fog. De ennyi volt a rövid bemutató és az MB169C-nek. Köszönöm, nézzetek, legközelebb is ne felejtsétek el feliratkozni a csatornánkra, hogy további Las Vegas videót tudjunk nektek majd mutatni.